Sziasztok! Üdvözöllek a csatornámon! Folytatása következik, és egyben az utolsó része, hogyan kerültem Angliába résznek. Ott hagytam abba, hogy hazautaztunk Magyarországra, egy fillér nélkül. Hazaköltöztünk a szülővárosunkban, a szüleim házába. A sok sírás-évás után úgy gondoltunk, hogy azért is megpróbáljuk még egyszer Angliát. Már most nem szerettünk volna több pénzt kérni a szüleinktől, így azt gondoltuk, elmegyünk munkát keresni. Ja. Mivel ez a város csak 10 000 lakosságú, elég nehéz volt találni munkát. Én nem is találtam semmit, pedig jelentkeztem mindenhova, ahol volt felvétel. Így elmentem munkanélkülire. A férjem pedig Szolnok közelében lévő Samsung gyárba helyezkedett el. Szóval ez addig csináltuk, amíg le nem járt a munkanélkülim. Közben felvettük a kapcsolatot a régi iskolámmal, emlékeztek, ők ajánlották a családot az első részben, hogy esetleg kapcsolatban állnak-e még az angliai agencisekkel. Azt mondták, igen, és tudnak ki is munkát adni, szeptemberbe kellene indulni. Ez a munka farmi munka volt, vagyis gyümölcsszedés. Fizetni kellett közvetett díjat, plusz repülőjegyárat, és költőpénzről se feledkezzünk el. Szóval aláírtuk a szerződést, majd megbeszéltük, hogy az utazási napon találkozunk. A fennmaradó időben elrendeztük a dolgainkat. A szüleink egy kicsit aggódtak, hogy hát, ha megint úgy járunk, mint legutóbb. Elérkezett az idő az utazáshoz, nem akarlak mutatni a részletekkel, de simán ment minden, mert többen is utaztunk, plusz vártak a repülőtéren az agency embere. Szóval kitöltöttük a papírokat, majd elszállásoltak, már másnap megkezdtük a munkát. Csak arra nem számítottunk, hogy megint fizetni kell, hogy munkába tudjunk állni. Kifizettük az összeget, majd nekiálltunk dolgozni. A szállás nagyon olcsó volt, egy hónap alatt sok pénzt tudtunk spórolni. A szállás karavánban volt, majd ide felrakok egy képet, ezért volt olyan olcsó. Ez egy igénymunka volt, szóval november közepéig maradtunk ott, de előtte elkezdtünk egy másik munkát keresni, mert nem akartunk hazamenni Magyarországra. Találtunk egy másik agencyt Liverpoolban. Nem volt sok választásunk, ők munkát és szállást is ők biztosítottak. Itt is fizetnünk kellett, nem csak a szállásért. Lebeszéltük a találkozót, ott is vártak a megbeszélt helyen, elvittek bennünket az irodába, elintéztük a papírokat, majd elvittek a szállásra. Egy 3 szobás dupla nappalis házba szállásoltak el. Több magunkkal laktunk együtt. Mi költöztünk be először, és utána jöttek-mentek az emberek. A férjem már másnap ment dolgozni egy fatelepre, ahol raklapokat csináltak. Én 2 nap után mentem dolgozni egy csirkegyárba, az agency vitt és hozott kocsival. Ha jól meloztál, 3 hónap után kaptál szerződést. Mi 4-5 napokat jártunk melózni, attól függően, lenül, hogy mindenhol kértek közvetítő díjat, mi jól jártunk, folyamatosan dolgoztunk, nem vették el a papírjainkat se, a fizetésünk fizetésünket, mert a cég utalta a számládra, ahol dolgoztál. Már majdnem 1 éve voltunk ennél az agencynek a házába, a tömegszálláson. Mindkettőnknek a férjemmel fulltámos melónk volt, én akár heti 68 órát is melóztam, és úgy döntöttünk, hogy kiveszünk egy saját házat. Így kezdtük meg az életünket Angliába. Mára ennyi volt, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, legyen szép napot, találkozunk legközelebb, sziasztok!